Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Vendégem Almási Zétény, illusztrátor, úgy szoktam ugye mondani, mert ez egy olyan jó szó, kedves Zéta, ismeretségünk nagyon régi, úgyhogy természetesen tegeződünk, de nem is nagyon tudom én, hogy mit jelent ez az illusztrátor, illetve az illusztrátor mennyiben különbözik a grafikustól, mert téged ugye grafikusként ismerünk. Hál' Istennek a hosszú évek budapesti ténykedése után 18-ban úgymond visszahelyezted a székhelyedet Győrbe, 21-től rengeteg olyan munkáddal találkoztunk, akár a 750-es évvel kapcsolatban, akár más kreatív vonalon, ami azt jelenti, hogy itt vagy, jó egészségnek örvendesz, és tetrekész vagy, és át is adom a szót, mert üdvözölnélek. Szervusz Zéta, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szervusz Ákos, és üdvözlöm a hallgatókat is. Elsősorban kijavítanálak, hogy grafikus illusztrátor vagyok, tehát ez... Kötőjel? Hát kötőjel, igen, de nagyjából a kettő munkakör az majdnem le is fedi egymást. Annyi talán a különbség első kérdésre válaszolva, hogy az illusztrátor az főleg könyveknek, magazinoknak dolgozik, jellemzően meglévő cikkek, meglévő írások illusztrálására, címlapok készítésére. Ez is vagy, ha csak a Hamuy Gyémántra gondolunk is. Pontosan. Aha. Sőt, hát most már igazából, hogyha megnézed a social media oldalakon is megjelennek illusztrációk, tehát szerencsére bővül a piac. A grafikus szakma az alapvetően régebben ugyanezt jelentette, de napjainkban már inkább a reklámtervezés, a kiadványtervezés, plakátok, óriás plakátok, meg esetleg az online médiában is megjelenő szerkesztett anyagok. Tehát a grafikus az már szöveggel is dolgozik, mondhatjuk ezt különbségként, de nagyjából a kettő lefedi egymást. Fiatal korod ellenére elég komoly portfóliód van. Azt lehet úgy mondani, be is kerültél még 2021-ben, amikor ugye a Királyi Városi Emelkedésünk 250. évfordulóját ünnepeltük, Tóth Tibor által szerkesztett könyvbe, nyilván ugye máshol is benn vagy, ahol Győr művészeit mutatták be. Fiatal korodban gyermekként humán vagy reálbeállítottságú vagy? Első kérdés, tudom, a Nógrádi 1, 2. Ott kijötte már ez a vénád, és mi szerettél volna lenni kis fiatalként, akár nyilván a bölcsödét, óvodát hagyjuk, humán, reál, vadakat terelő juhász, katona, méreteidből adódóan ugye majd 2 méter vagy jó fizikai állapotnak örvendez, lehettél volna akár kosárlabdázó, kézilabdázó, de nehéz atléta is. Hogy alakult a fiatalkorod? Hát a sport az soha nem volt az én világom. A beállítottság az kifejezetten humán nálam. Viszont a rajzkészség az már nagyon korán kialakult. Tehát az első emlékem arról, hogy rajzolok, emlékem, talán még nem is emlék, csak valami homályos derengés, hogy ülök a bilin, és előttem egy kis szék, és azon egy papír és színes szeruzák zsírkréteg, és már pici gyerekként is imádtam rajzolni. Az általános iskolában már küldtek ilyen pályázat, ilyen versenyekre, voltak már elért eredményeim, díjaim. És akkor hát a középiskola, az meg már szakirányú középiskola volt, ez a képző és iparművészeti szakközép. Ennyire ne rohanjunk előre, mert ez ugye fontos. Vénád meg volt hozzá, családból volt esetleg, ha nem is édesanyja, édesapa, testvér, vagy nagynéni, nagybácsi, akitől ezt hozhattad, mert én ebbe a von Haushausban hiszek, tehát a nevelésbe egyebek, de szerintem a gének is fontosak. Esetemben mondjuk nem lettem orvos se úgy, mint édesanyám, édesapám, nagyapám, tehát néha ugye az alma messze esik a fájától. Hát olyan messzire nem estem, mert bár a szülőknél ez nem jelent meg, de anyai nagyapám, kézműves volt, a magyarósi nagypapa, ő Bognár mesterséget végzett, ami kerék és kocsigyártó, de nagyon jó kézügyességgel rendelkezett, tehát minden olyan kézi munkát, amihez szép érzék kellett, amihez kézügyesség kellett, azt ő nagyon szépen elvégezte és megcsinálta. Megkaptad a támogatást, egy kicsit ugorjunk, hogy említetted, hogy már a középiskolában próbáltak nyilván a szülők szakirányú lehetőségeket biztosítani számodra, tehát mondjuk nem a közgazdaságtanira mentél, vagy éppen jogot tanulni, pedig ugye általában a szülők óvnak, hogy olyan szakmád legyen, ami szilárd egzisztencia nem, mert ugye ez a média is, vagy megész belőle, vagy nem, szokták mondani. A tiéd ezzel a tehetséggel nyilván adott, nálad ez hogy alakult? Hát a szüleim részéről azért volt némi fenntartás a képzőművészeti pálya
irányába, de szerencsére nagyon jó tanáraim voltak, akik meggyőzték őket, hogy nekem érdemes tovább menni ezen a vonalon. És akkor itt említeném meg egyből Hefter Lászlót és Farsang Sándort, akinek a szakkörében készültem én a középiskolai felvételire, és nagyon hálás vagyok nekik a mai napig a sok-sok átadott tudásért. Értelek. Ez még Győr, ez már Pest. Hány éves Almási Zétén picibe? Nehéz téged elképzelni picibe, de nyilván voltál az Zéta. Hogy mert 15 éves koromban mentem én Budapestre, akkor vettek föl engem a képző és iparművészeti szakközépiskolába. Én ott három szakot lehetett megjelölni, és azon kívül, hogy a grafikát természetesen elsőre megjelöltem, de hát oda a brutális túljelentkezés volt. A másodikra sikerült bejutnom, a második szakra, ami a bútorműves és restaurátor volt. Ez nagyapám után, aki ugye meséltem, hogy bodnár volt és a fával foglalkozott. Ez az affinitás, ez viszont onnét jött, én is nagyon szerettem a fával foglalkozni, és akkor arra vettek föl, de természetesen a szakirányon kívül volt általános rajzóránk, mintázásóránk, művészettörténetóránk, tehát a szakirányon kívül ugyanazt tanultuk, mint amit a többiek. Egészen más, hogy a felvételi rendszer ma, 2023-ban, mint akkor is, elnézést, ugye természetesen nem vagy túl a pályafutásod zenitjén, ugye ne érts félre, meg nyugodtan mondhatom, remélem, nem dehonestáló ez neked, ugye baráti szálak is kötnek minket össze, de egy nagyon-nagyon picivel túl vagy az 50-en. Mennyire volt az akkor más, felvételizni kellett még, mert most kreditpontok, ja Istenem, más, ott azért kellett, hogy na, ez olyat ír, vagy bocsánat, olyat rajzol, ami ritka. Vagy úgy vannak vele, hogy felvettek, és ott csiszolják azt a bizonyos csiszolatlan gyémántot. Hát a képzőművészeti szakközépben nagyon kemény volt a felvételi. Tehát akkoriban 10-szeres túljelentkezés volt, hogyha jól emlékszem, és nem vagyok benne biztos, hogy 2 vagy 3 körös volt, már régen volt, nem emlékszem pontosan, de 2 vagy 3 körös felvételin kellett eljutni egészen odáig, hogy felvettek bennünket. És nagyon nagy volt mind a képzőre, mind az iparművészetire, utána később a főiskolára is a túljelentkezés. Szerencsére a képzőre ott is bejutottam. Egy kis kitérővel én előtte Egerbe voltam tanárképző tanárképző főiskolán, rajzvizuális kommunikáció szakon. És miután Egert elvégeztem, utána a képzőművészeti főiskolát is megpróbáltam, és sikerült. Akkor Heves megyéből ismételtem Pestre vetted az irányt? Igen, vagy igen, igen. Ott igazából te, amikor végeztél, 20 gondolom fiatalként, akkor már kiteljesedtél? Tehát én úgy érzem, hogy te milyen szakma ez? Egészen más lehet egy 23-as megrendelésed, mint akár egy 13-as, ha csak 10 évet nézünk. Hogy alakult akkor a karriered kezdete? Hát az az igazság, hogy én a képzőművészeti főiskolán nem végeztem. Tehát mivel nekem akkor már volt egy diplomám, 4 év támogatást megkaptam az államtól, én 1 év támogatásra voltam már csak jogosult, onnantól kezdve nekem komoly tandíjat kellett volna fizetnem szemeszterenként. Ezt úgy próbáltam megoldani, naivan azt hittem, hogy sikerül, hogy az iskola mellett dolgoztam egy reklámügynökségnél. Egy évet végigcsináltam, de az egy év alatt is folyamatosan probléma volt mind az iskolában, mind az ügynökségnél az, hogy nem tudok jelen lenni. Tehát mind az ügynökségnél, mind az iskolában többet kellett volna megjelennem, ami egyik a másik rovására ment. Így egy év után döntenem kellett, hogy mit választok, és természetesen azt kellett választanom, ahonnét a pénz jött, a reklámügynökséget. Ott is onnantól ott maradtál Budapesten, próbáltál kétlaki lenni, attól függően, hogy a te szakmád abszolút nem papír alapú. Tehát nyilván ugye az internet, egyebek, egy nagyon komoly számítógép, és az a rettenetes kreativitás, rettenetes tudás, amilyen szerintem a génjeidben van, illetve tanultad. Magyarul nem kell ott lenni, több száz kilométerről is el tudod azt az adott kreatívot küldeni. Hogy alakult ez? Hiszen a hamu és gyémánt életed kitörölhetetlen része, és tényleg azok az alkotások, amiket ott ugye én mondjuk láttam, de akár a Raw Agency, és még nyilván egy csomó olyan van, amit remélem, hogy megemlítesz. Megint nem jutottam a kérdés végére, úgyhogy kedvezzét, a segíts nekem ebben. Hát akkor abban segítek, hogy az még nem működött online. Tehát ez régebben volt, az internet nem volt olyan szinten, hogy itthonról, home office-ból lehessen dolgozni, tehát a jelenlét elkerülhetetlen volt.
mindenképpen ott kellett lenni az ügynökségbe, ott kellett lenni az ottani számítógép mellett, sőt, igazából a nyomdai leadások is se úgy mentek, ahogy mostanában, hogy interneten elküldtük a nyomdának az anyagot, hanem el kellett vinni a nyomdába valamilyen hordozón az anyagot, ott elkészítették a filmet, azt le kellett ellenőrizni. Ha rossz volt, akkor mehettünk vissza az irodába, kezdhettük újra a munkát, újra a nyomda, és a mai nap, a manapság ez már sokkal könnyebben megy. Egy darab székből mindent el lehet intézni, ha bármiféle probléma van a nyomda, azonnal válaszol, azonnal lehet javítani, nincsenek már filmek, minden digitálisan működik, de ez akkor még nem így volt. Az első munkahelyen Budapesten ez a Klap reklámügynökség volt, és akkor onnétól kezdve, én elég sok helyen voltam, de tényleg a Hamu és Gyémánt, ahogy mondod, az volt egy ilyen hosszabb távú etap nálam. Én nagyon szerettem ezt a munkahelyet. Én akkor kóstoltam bele a magazinozásba. Tehát nem megsértve egyébként a magazinokat, mert ugye ez nem egy napi lap, tehát nem olyan, mint a Kisalföld, hogy a legnagyobb példányszámú megyei közéleti napi lap, hanem tényleg igényesen beállító stúdióképekkel. Én mondhatom, nem megsértve a többi magazint, hogy ez ilyen szempontból a top. Hát igen, azt hiszem, hogy bátran mondhatod, talán Magyarország legnagyobb magazinkiadója, legalábbis magyar tulajdonú magazinkiadója. Akkor, amikor én ott voltam, akkor, hogy jól emlékszem, 25 lappal bírtak, és ennek a flottának az ászlós hajója volt a Hamu és Gyémánt, amit saját maguk adtak ki. Alapvetően a kommunikáció az volt, hogy csak jó híreket kommunikálunk. Alapvetően a minőségi megjelenés az volt, hogy ennek kell a legjobb minőségnek lennie. Ez kisejlik. Míg mondjuk egy egyszerű vidéki heti labba a fotózás az arról szól, hogy a sok-sok fotó közül kiválasztunk egyet, és azt rakjuk a címlapra. Ennél az újságnál általában a legtöbb újság címlapjához külön fotózás volt, több milliós fotózások voltak a címlapfotó elkészítéséhez. Stylisttal, fodresszal, hogyha esetleg kellett, akkor sminkes volt ott, stábbal, világítással, műterembe, ahogy kellett. Mind a mai napig én szerintem kuriózum, de volt ennek egy kicsit, és nem is pejoratív értelemben, elitista jellege, hogy akik ezt a magazint lapozzák, nem is tudom, hogy talán kiküldték névre szólóan postán, tehát nem is árusítottátok, aztán mondd, hogy hülyeséget beszélek, de próbáltok ugye azokra az emberekre fókuszálni, akik nyilván híresek, valamit letettek az asztalra, közéleti személyek, mert tényleg nem egy gyengébb papírból ingyenesen szórt lapról van szó, hanem a minőség tökély volt. Ahogy mondod, ennek a lapnak volt egy olyan fix olvasói köre, akik ezt a lapot ingyen kapták, és ez a budapesti gazdasági, politikai, művészeti élet felső része. Ők ezt a lapot megkapták, de hát így tudták eladni a hirdetéseket is, ugye, hogy a hirdetőnek azt mondták, hogy XY garantáltan meg fogja látni a te hirdetésedet, ezért mi magasabb árat kérünk, de azt garantáljuk neked, hogy akár a Csányihoz, akár a mit mondjak, bárkihez el fog jutni a te hirdetésed. És mind a minőségben, mint az újságírók írott munkáiban is megjelent ez, hogy igenis azoknak szólt, ez egy elit megjelenésű lap volt. Újítani akartál, nem szeretek indiszkrét, illetve mindisgrétsz lenni, ugye mindig is hangoztatod, és szerintem így is van, nem csak hangoztatja az ember, ugye győri vagy, győri születésű, lokálpatriót érzelem, imádod a városodat, Győr több, mint egy város, Herkeli, ne beszélj egy üres klisékbe, mert úgy tűnik, de mi volt ott egy ilyen hely után a váltás, hogy áttetted a székhelyedet Győrbe. Új vonalak kellettek, új inspirációk, kaptál egy olyan lehetőséget, hiszen én nagyon örülök, mert baráti kapcsolatunk is egy kicsit ugye mélyült a 120 km elvetésével, újra győri vagy. Vagy kicsit nagyot ugrottam, mert azért közben még sok víz lefolyt a Dunán. Voltak közben etapok, hát volt egy olyan időszak, amikor én vállalkozóként voltam Budapesten. Természetesen tovább dolgoztam a Hamu és Gyémántnak, de így már több ügyfélre tudtam szert tenni. Fix ügyfeleim voltak, akikkel én tudtam tovább dolgozni. Majd kaptam egy felkérést Idni Győrből, egy reklámügynökségtől, hogy jöjjek el hozzájuk alkalmazásba. Ez 2018-ban történt. Akkor eljöttem, ott dolgoztam 2 évet, majd megint a vállalkozói létbe fektettem a bizalmat, mert úgy néz ki, hogy ez így jobban működik. Mennyit változott a világ? Említetted, hogy most azért
minél könnyebb ugye egy komoly karosszékbe, amit az ember ugye nem tör össze, mert egy jó karosszékbe ugye kényelmesen vagyunk. Más világ ez, minden téren. Tehát én azt mondom, a fotósok is, fotóművész vagyok, fotóriporter, megvettél egy 2 milliós gépet, az kattingatsz, azt ilyenkor mindig köbörögnék, nyilván ez nem így van, de egészen más programokkal dolgozol, most kell az, ami te vagy, az Almási. De tapasztalsz ilyet, és lehet, hogy nyilván nem nálad, hanem mondjuk a 20 éves feltörekvő sihedereknél, hogy ők még meg akarják a világot váltani, de a technika annyira jó és annyira kifinomult, hogy bizony segíti a közepesebb tehetségű emberek munkáját is. Mindenképpen segíti, hát, hogy a más nem, akkor a mesterséges intelligenciát érdemes ebből a szempontból megemlíteni. Csak egyet ne felejtsünk el, ezek eszközök, gépek. Ezeket használni kell. Hiába van a mester, hiába tud a mesterséges intelligencia bámulatos képeket gyártani, hogyha nem mondod meg neki, hogy mit szeretnél, akkor ő semmit nem fog csinálni. Tehát te vagy az alkotó akkor is, hogyha mesterséges intelligenciát használsz, te vagy az alkotó akkor is, hogyha Photoshopot használsz, és te vagy az alkotó akkor is, amikor egy grafitceruzát használsz. Tehát alapvetően ezek a gépek, ezek a programok semmire nem mennének akkor, hogyha neked nincsen meg a háttered, nincsen meg a tehetséged hozzá. Nagyot ugrunk, kérem szépen, belváros, Bajcsy-Zsénszky út, elkanyarodunk jobbra, DM, házfala, fehér, csúnya előtte, szelektív sziget rendezetlenül, ez a Bécsi udvar parkoló része. Ott hallottalak először, hogy tényleg ez egy olyan monumentális dolog, ahol egy fiatal emberrel mesél róla, a te intenciód alapján megalkottatok valamit, ezt, hogy jól tudom, 2021, de mondd, mert maximum 2022, mert ugye ez a 750-es évre készült. Ez mi is volt, kérem szépen, csodálatos mű, és ha jól tudom, akkor a kialakítást, hogy Győr történelmét bemutatva, egy kicsit benne legyen a herma, mint szakralitás, épített örökség, és a többi. Hogy kaptad ezt a feltérést? Mert ez olyan igazi Almás is. Most a Bécsi udvar falára gondolsz, ugye? Bécsi udvar fala, a DM. A DM fala, igen. A várostól kaptam a felkérést, hogy akkor oda készüljön valamiféle grafika. Hát több verzió készült, legalább egy 7 verzió készült, mire megtaláltuk azt a konszenzust mind a várossal, mind az általam javasolt témakörökben, ami végül felkerült. Győri életképek vannak rajta, megjelennek olyan ikonikus győri épületek, mint a Városháza, a Püspökvár, az Állatkert, de amúgy hangulatokat akartunk ábrázolni emberekkel, lakásbelsőkkel, stb. És egy kicsit ilyen komik, tehát ilyen képregény hangulatába akartam én ezt megmutatni. Magát a falfestést azt nem én végeztem, csak magát a tervet készítettem én. A falfestést Menta csinálta, aki... Volt szerencsém vele beszélgetni, erre rendkívül szerény, ám bár kreatív, jó képű is, mert ott a nők néztek, nem csak a festmunk, hanem őt is. És nagyon profint másoltan csinálta meg azt a tervet, amit én papíron meg digitálisan átadtam neki. Azt ő 8-10 méteres nagyságba képes volt felnagyítani, és nagyon hitelesen hozta vissza azokat a rajzokat, amiket én korábban számítógépen elkészítettem. Úgyhogy ezúton is köszönök neki. Általában, amikor kapsz egy felkérést, hála Istennek foglalkoztatott vagy, olyankor a esetek nagy részében rád bízzák a felkérők, hogy kedves Zéta, Almási úr, ezt meg ezt, és el is várják, hogy hát én igazából úgy csinálnám, hogy színek, fény, stb. Vagy általában konkrét, és akkor gyerünk, csinálod, kicsit olyan nagy üzem. Szerencsére inkább rám bízzak. Na. Sőt, én ezt el is szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy ha te tudod, hogy mit szeretnél, és el is tudod nekem mondani, akkor én ezt meg tudom csinálni. Viszont ha nem tudod, mit szeretnél, akkor mondd el, hogy miről szóljon, mit kommunikáljon, és a többit meg bízd rám. Általában rám bízzák, elkészülnek a tervek, általában egy-két tervet leadok, abból elindulunk, és akkor utána jön egy konszenzus. Utána az ügyfél elmondja, hogy mi az, ami neki ebből tetszik, mi az, ami nem tetszik, mit változtassunk rajta, és akkor utána az ő igényének megfelelően készülnek, finomodnak a munkák. Te tulajdonképpen reggel felkelsz, és tényleg egy ilyen, nem úgy, mint az amerikaiak, tehát nem ez a think pozitív, de jó emberismerő vagy, és jó életszemléleted van, tehát próbálod azokat a rossz indulatokat, ami azért van, úgy elhagyni, mert az élet rövid, ne nyüsszögjünk mindig. Te folyamatosan
ezt látod, azt látod, elraktározod, beépíted, és akár a munkádba próbálod, gondolok itt arra, hogy egészen más, hogyha mondjuk egy október 23-ai kreatívra felkérnek, vagy egy március 15, 50 dolog van a kokártát, így egy kis Petőfi fej, 23-nál más a sztori, egy kicsit letargikusabb, már megint rólam szól a műsor, azért a szójele, egy kis Mansfeld Péter, ezek így megvannak, és nem azért, mert pár évtized van már mögötted, mert kell ez, nem? Hogy egy flick-flack nyomd. Mindenképpen élményből kell táplálkozni. Tehát, hogyha az életem csak arról szólna, hogy a gép mellett ülnék, és nem mozdulnék ki, és nem mennék semerre, nem látnék semmi mást, akkor nem lenne az az élményanyag meg, amiből tudok táplálkozni. Most csak egy példát mondjak. Jó múltkor készítettem borcímkéket, a borcímkékre meg kellett, különböző állatokat kellett, jó, hogy mondod. Különböző állatokat kellett megrajzolni. Na most ezeknek az állatoknak nagy része olyan volt, amelyiket én betéve kézből meg tudtam csinálni. Egy-kettőnek kellett utána nézni, hogy vajon hogy néz ki, mit tudom én, a kékfejű gyík. De mint kiderült, ugyanúgy, mint a sinek. Szumátori patkány majom, olyat még nem csináltam. Na, olyat még nem csináltam. Igen. De alapvetően ezek a képi sablonok, ezek így megvannak agyba. Hogyha valami nincs, akkor szerencsére az interneten az már a barátunk, és minden megmutat a világon. Rengeteg a munkád. Van-e esetleg olyan, hogy tényleg csinálod azt a napit, és tényleg az esetedben nem azért nem mondom, hogy robot, mert nem Péti Sózs 50 kilós zsákokat pakolsz a egyik vagomból a másikba, hanem azért ez egy nagyon kreatív munka. Amikor van egy kis időd, nem vagy fáradt, nem sürgetnek a határidők, mert azért itt határidőre kell dolgozni, és valamit alkotsz. Például, ha megkérdezhetem, nem mintha nem tudnám álszent módon, hogy kerültél be, milyen alkotásoddal a Tóth Tibor féle könyvbe. Aztán, ha azt mondod, hogy Ákos, sokkal jobb műveim is vannak, ezt választotta ki a szerkesztő, a Tibor. Na, azt szeretem volna kérdezni, hogy amikor csinálsz egy olyat, lehet, hogy nem állított ki, de Dézsi Csaba András polgármesternek volt például egy olyan, hogy egy csontváz, benne ugye a szívkatéter, nyilván mindenki tudja, hogy tőle ugye ők a kardiológus egyébek, neked vannak-e ilyenjeid, vagy kiéled a kreativitásodat a napi munkában? Hát sajnos manapság már egyre kevesebb olyan szabad kreatív energiám van, amit a saját munkáimnak tudok fordítani. Régebben festettem rendszeresen, és voltak kiállításaim is, de ez akkor volt, amikor főiskolás voltam, amikor nem kellett még a napi munkával foglalkoznom. Szigeten többször találkoztunk, igen, ott ültél, igen. Ott is voltam portézni, pontosan. A könyvbe, amit megkérdeztél oda, hát abból egy kicsit a szerencsétlenül sikerült, mert nagyon kevés időm volt rá. Egy skiccet, egy ceruzavázlatot csináltam, és azt rakták bele a könyvbe. Ahogy mondod, ennél sokkal jobb munkáim is vannak. Sajnos Győr vonatkoztatású nem volt, amelyiket fel tudtam volna ajánlani. Éppen ezért csináltam a Városházáról egy gyors skiccet, a rajztudásomat az is bemutatja, és akkor az került be igazából a könyvbe. Nagy részt ugye egy komoly számítógép mögött ülő ember vagy, említetted is, hogy a technika ugye ezt megengedi. Ennek ellenére te ezt a 2020 március, én nem akartam ezt a kérdést föltenni, de sajnos azért még mindenki emlékszik rá, márciusában volt ugye az első Covid elhalálozó, azért egy jó két és fél évet azért meghatározta az életünket, szinte mindenkit negatív irányba, nem csak egzisztenciálisan kérdezem, hanem mentálisan, hiszen te egy emocionális ember vagy, te ezt hogy viselted? Nem is biztos, hogy a munka fókuszából, mert az ember otthonról is dolgozik, de én tudom, hogy te ember szerető vagy, szeretsz társaságban lenni, ott a központban vagy. Ennek ellenére én úgy érzem, hogy nem ez volt a legszebb két és fél éved. Így van, tényleg nem. Munka szempontjából nagyon sok változás engem nem érintett, mert ugyanúgy tudtam dolgozni home office-ból, sőt, még akkor be is jártunk az irodába. A saját döntésünk alapján eldönthettük, hogy ki akar bejárni, de mivel jó társaság volt, bejártunk az irodába, de home office-ból is dolgoztunk, amikor súlyos voltak a helyzetek. Viszont maga ez a vírusos megbetegedés, ez szerintem tragikus volt. Tehát nagyon ijesztő volt az, hogy a mi generációnk nem találkozott még ilyen globális problémával, ami tényleg az egész emberiséget érintett, és nem lehetett tudni, hogy ez hova fog kifutni. Nem lehetett tudni azt, hogy ez csökkenni fog, vagy az egész így elhatalmasodik a föld lakossága fölött. Ijesztőnek tartottam. Jól érzed magad, Győrbe, kedvezzét a megbecsülnek? Én úgy érzem, ha azt mondod, hogy nem,
nem becsülnek meg, nem érzem jól magam, átteszem a székhelyem Szolnokra, akkor meglepődnék. Hát én is. Én is meglepődnék, nagyon jól érzem magam Győrbe. Én azt hiszem, hogy megtaláltam a helyemet. Nagyon jó munkáim és nagyon, nagyon kedves barátaim vannak itt, akikkel itt tartom a kapcsolatot. Ezért óriási megtiszteltetés volt. Én azt szeretném, hogyha nem is hetente, de úgy időnként megjelennél is egy-két dologról, hisz ugye kezdődik a nyár, múlt héten jelentették be ugye a városi vezetés a különböző programokat, azért ők is ellátnak téged feladatokkal, akár különböző illusztrációkkal és kreatív vonallal. Jó egészséget kívánok neked, és tényleg azt kívánom, hogy minél több munkáddal találkozhassunk. Mondanám, hogy áldás, békesség, de inkább te búcsúzz el. Hát köszönöm a lehetőséget, hogy ismét bemutatkozhattam, és akkor én mondom helyetted azt, hogy áldás, békesség. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.